Ismerjük az igazságot, a valóságot, és az szabaddá tesz bennünket. Egy módon tud a valóság, az igazság megismerése szabaddá tenni, akkor, hogyha te valóságosan szabad vagy, csak ezt nem ismerted meg. Tehát az igazság, vagy a valóság megismerése szabaddá teszi az embert. Ez úgy lehet, hogy csak egy hazugság, egy becsapás az, ami jelen pillanatban visszatart bárki attól, hogy élvezze Jézus halálának és feltámadásának minden előnyét. Csak az, hogy nem tudunk erről, hogy nem értjük, mert nem intellektuálisan, hanem a szívünknek az értelmével kell ezt érteni. Jó, amikor Jézus itt beszél, most más szavakkal, vagy más megközelítésből, de ugyanez a gondolat, nagyon érdekes, hogy ugye itt is leült egy hegyen, és az 5 Mózes 28-27-28-28-ban, ahol az áldások, meg az átkok vannak. Azt is az Ebál hegyen mondta az átkokat, úgy emlékszem. És ott ugye, csak egy kicsit összehasonlította, milyen érdekes, hogy ott azt mondja, hogy áldott vagy ha. Ott mindig van egy ha. Ha ezt teszed, akkor vagy áldott. Viszont itt Jézus Krisztus volt a ha. Itt nincsen ha, az, hogy egy áldott vagy, ha áldottak a szellembe szegények, áldottak a szelidek, áldottak. Tehát akkor egy feltételhez kötött dolog volt az Ószövetségben, az a törvény, az Új Szövetségben nincs ez a feltétel. Természetesen meg kell térni, fel kell ismerni, de már nem a te cselekedeteidtől függ, nem attól függ, hogy te jó gyerek vagy-e, nem vagy nem, mert ez volt a törvénynek az idején, és Jézusnak a szavai azok nem a törvény szavai voltak. Úgy is lehetne mondani, de nagyon meg kell kapargatni, hogy olyan, mintha Jézus, csak jól értsétek, cselekedet mentessé tette volna a hegyi beszédben az élet fő területén. Például azt mondja, ha imádkozol, ne sok legyen a beszédet. Ne úgy gondolkozz, hogy valami cselekedet alapú dolog az ima, hanem menj be a szobádba, tehát az egy közösség Isten. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egész éjjel egy helyre imádkozni, de amikor az a gondolkozás van, hogy azért hallgat meg az Isten, mert elmondom sokszor, az nem jó. Vagy például az Ószövetségben elmondja, hogy Isten akkor áld meg, ha ezt teszed, azt teszed. Itt pedig azt mondja, hogy nézzétek meg a madarakat és a mezőnek a lényomait. És az ellátást más alapokra helyezi. Ez nem azt jelenti, hogy nincs vetés és aratás. De itt Jézus ebben a beszédében azt mondja, hogy az ellátásod is nem a te cselekedeteid az alapja. Tehát ez ami nagyon-nagyon új, és nehezen is érthető egy kicsit, mert a mi elménk is ehhez lett trenírozva, hogy Istenhez egyszerűen, amit teszel, akkor vagy jó gyerek, ha rosszat teszel, rossz gyerek vagy. De Isten akkor békítette meg magával a világot, amikor még a bűneinkben voltunk. Ez olyan dolog, mint az én gyerekem mondjuk nagyon rossz, engedetlen mindenféle, de én, és ez hogy lehet, én megbékítettem őt már magammal. Tehát csak ő nem tud róla, ő már békességben van vele. És amikor Jézus szerintem ezek az ilyen csúcs lehetetlen szavai Jézusnak ebbe a beszédébe, akkor azt mondja, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai. És azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok. És akkor így elsőre arra gondolok, hogy oké, akkor én igyekszem tökéletesnek lenni. De aki már csinálta rájön, hogy nem tud. Nem tudsz. Ha valaki még mindig azt hiszi, hogy az attól, amit csinálsz, tökéletes tudsz lenni, akkor még mindig nem hiszel abban, amit Jézus tett. Nem tud az ember. Le van írva, már mondtam, hogy nem tudták ezek az áldozatok tökéletességre vinni az ember. Pedig Istentől való rendtartás volt. Egy nagyon érdekes, ugye ez előtti részek előtt, amikor János elkezd szolgálni, figyeljetek, ez annyira szép, hogy ott van a törvényes Isten tisztelet bent zajlott Jeruzsálemben a templomban az áldozatok, és erre jön valaki nagy hajjal, tevesző ruhába, mézet eszik meg sáskát, és elkezd mondani valami teljesen más, mint ami a templomban, és tömegével jönnek az emberek, és belemerülnek a vízbe, és megvallják a bűneiket.
Azért, mert az emberek már elegük volt a törvényből. Nem bírták már, évekig, gyerekkoruk óta csinálták, és nem jutottak vele semmire. És jött valaki, aki az útkészítő volt a megváltáshoz, és akkor hallották, és akkor érezték, hogy mert a törvény elvitte az embereket arra, hogy bűnös vagyok. És valaki azt mondta, hogy valljátok meg a bűnéteket, és akkor bemerültek a vízbe, és elmondták a bűnéket, úgy jött a katonás, a többi. Nézzétek, még a farizeusok, szadduceusok is jöttek, még ők is érezték a terhét a törvények. Tehát lehet látni, valami teljesen új dolog indult be akkor, és még mindig ment az áldozat és az Isten tiszteletre. De Istennek egy új programja kezdődött el, és ez azóta is tart, és Jézus halálával és feltámadásával kezdődött el igazából, ugye ez az út készítés volt hozzá. Tehát, hogyha így nézed, akkor egyszerűen el kell felejteni, hogy Jézus szavait úgy vedd, hogy na ezt hogy csinálom meg? Eltéveszted akkor. Mert amikor ezt mondja, hogy legyél tökéletes, ez inkább olyan, mint egy újra teremtő Istennek a szava. Legyél tökéletes. És akkor, de hogyan legyek? Úgy, hogy ő tesz téged tökéletessé, ő te téged tökéletessé. Jézusnak az áldozata, ez nem annyira a zsidó tízbe, tökéletessé tette az embert. De a gondolkozásunk lehet, hogy nem vált azzá magunkkal kapcsolatosan. És ez az egyik legnagyobb bajunk. Úgy gondoljuk, hogy tökéletlenek vagyunk, bénák, ezért úgy is cselekszünk, ez jelenik meg a gondolkozásunkban, beszélünk be, de tökéletes lettél Jézus Krisztus miatt. Lehet, hogy ez nem látszik még, de nem kell, hogy látszódjon, de az, ami látszik, az nem érje felül azt, ami nem látszik. A hit az a nem látható dolgokra néz. Isten, amit tett, az egy nem látható dolog. És akkor ugyanebben a részben van egy nagyon fontos dolog, amikor azt mondja, mindegyik fontos lesz, csak most én ezeket emelem ki, 14-es versről, ti vagytok a világ világossága. Mondjuk, tudjuk, hogy Isten a világ világos, vagy a világosság. És azt mondja Jézus, hogy ti vagytok azok. És akkor itt van egy olyan ige, ami lehúzza a kegyelent, ami fogad a földre, hogy azt mondja a 16-os, hogy úgy fényeljék a ti világosságotok az emberek előtt, tehát a ti világosságotok úgy sugározzon ugyanolyan fény, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, és ezzel meg lehet fogni. Na ugye, hogy szükség van arra, hogy jókat tegyünk. Ezzel áthúzhatod az egészet, amit mondtam, és nekiállhatsz annak, hogy holnaptól jó kisfiú, jó kislány leszel, és csinálod a jókat, amit csak bírsz. És két nap múlva azt mondod, hogy én nem bírom, én nem tudok hívő lenni, keresztény lenni, egyszerűen ebből elég, az ember egy ilyen beáll egy valahova, hogy kicsi jót, és kicsit nem jót, és járok, és nem járok, és imádkozom, és akkor valami elvök, és nem értem az egészet. Mert azért, mert ez nem attól leszünk jók, hogy jót teszünk, hanem Isten jóvá tett bennünket, és emiatt teszünk jót. Tehát fontos azt mondja, hogy ha te világosság vagy, az valóban, az egy nem látható dolog. Az abból fog látszani, hogy jót cselekszel. Tehát nem lehet lemosni az asztalról a jó cselekedeteket. De egy dolgot le kell mosni szerintem. Ha valaki azt hiszi, hogy a keresztény élet az annyi, hogy teszi nyakra főre a jót, és a maximálisan jó ember akar lenni, ez egy nagyon fárasztó dolog. Ezért szoktuk azt érezni, hogy sokkal jobb rossz lenni, hogy a szabad entrópia törvénye is azt mondja, hogy minden dolog a rendezetlenség felé törekszik, tehát inkább hagyjuk el magunkat, legyünk rosszak. Ezt akkor gondoljuk így, hogyha a magad erejére, a te saját döntésed, a saját cselekedet, ez sajnos sokszor ilyennek gondoljuk a hívő életet. De ez nem ilyen. Isten belétette az ő életét. Boom. Benne van. Az Isten élete van benned. Ahogy ezt az életet kezded megismerni, ez a világosság, ez Isten. Hogy ezt kezded megismerni, megszelidít téged. Rájössz arra, hogy te nem egy vadember vagy, hanem egy szelíd ember. És akkor értem, hogy miért mondja Pál, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden emberen, mert az Úr közel van. Az Úr itt van benned. Nem messze majd közeledik, hanem itt van bennem közel. És ezzel meg lehet érezni belőle. Az Isten. Benned van az Isten, és belőled kell megérezni. A kezeden, a tapintásodon, a szemeden keresztül, a szavaidon keresztül,
ugye, ami Kennednek is lehet mondani, ki milyen szavakat használ-e, de a lényeg az, hogy így működik. Fordítva, én nem vállalom fordítva, én csináltam sokat, de többet én nem. De magyarul én nem fogok csak azért jót tenni, mert azt higgyék, hogy jó vagyok. Megmondom őszintén, azért fordulnak el szerintem a hittől is, meg Istentől is, mert azt látják, amikor találkoznak egy hívővel, hogy ő is csak tetteti az egészet, csak csinálja, és igazából ő nem olyan. Meg kell látni, azt mondja az ige Róma 8-ban, hogy az Isten fiainak a dicsőséges szabadsága, mert hogy mondja, arra válna. Azt akarják meglátni, hogy létezik olyan, hogy az Istennek van fia. Hogy milyen az, hogy az Istennek van fia. Milyen az, hogy teljesen szeretett, hogy élvezi az életet, aki benne van. Tehát nem az, hogy egy ilyen hedónia, meg ilyen, hanem boldog a bőrében, hogy szétrepeg az örömtől a bőrében, pusztán attól, hogy imádkozik és élvezi Isten. Ez az élet, ez jobb mindennél, ez biztos, ezt is tudjátok. Na, amikor ez van, ezzel nem tudsz semmi versenyre kelni. Igaz? Jó, tehát ezzel igen, ezt csak így ki akartam innét emelni, illetve még a végéről egy gondolatot, vagy kettőt, hogy amikor a legvége úgy záródik, hogy amikor ezt végighallgatták, akkor úgy nézték Jézus, hogy ilyet még nem hallottunk. Hogy ez nem úgy beszélt, mint az írástudók. És hogyha akarod, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus nem volt írástudó. Amit ő mondott, ezt nagyon nehezen lehetett az írásokból úgy megkaparítani, vagy megérteni. Például a Habakuknál, erről beszéltem már, a Habakuk egy nagyon érdekes dolog. Profitál arról, hogy jön mindenféle csapás. És amit ott leír, hogy kivész az ökör, a juh az akolból, megcsal az olajfa termése, ez egyértelműen az Ószövetségben az átoknak a jelei, amit Isten mondott, hogyha engedetlenek vagytok, ez az átok száll rátok. És azt mondja ott a Habakuk, hogy a Habakuk 2-ben van az, hogy az igaz ember az hitből él. Ott kezdett valami Isten kijelenteni a Habakuknak, hogy van valami, jön majd valami, ami más, mint ami eddig volt a törvényben. És a Habakuk 3-nak a végén, akkor ezeket a pusztulás jeleit írja, azt mondja, de én örvendezni fogok az Úrban, az én szabadító Istenemben. Annak ellenére, hogy látta azt, hogy mi az, ami a törvény szerint jön, azt mondja, hogy ő kezdte meglátni, hogy hitből lesz majd a megigazultság. Ez volt a Péternek is a baja, hogy egész éjjel halászott. Gondoljátok el, mi is vagyunk így, és ez hiba, mert ahogyan hiszel, az lesz neked. És ez egy rossz hit, amit most mondok. Egész éjjel halásznak, semmi nem volt. Nincs velem az Úr, nem áll engem az Isten. És erre jött, oda ment hozzá Jézus, mondta, hogy vesd ki a hálódat, hogy te oda egész éjjel, hát én halász vagyok, én tudom, messze a szagáról megérzem, hol a hal megjének. De miért te mondod meg, kireti, és egyszerűen roskadozik a háló, és mire jön rá, azt Uram, én bűnös ember vagyok, te menj el tőle. Ő tehát nem értette mégis, ez nagyon fontos, nagyon sokunkban lehet ilyen, hogy egyszerűen rosszul lettünk tanítva, ilyen nagyon törvényesen, és egyszerűen nem illett a képe, hogy hogy lehet az, hogy Istennek az áldása van itt, ez nem lehet. Rajtam valami átoknak kell lennie, én nem tudtam halat fogni, azóta nem csináltam semmit, nem vallottam bűnbe, stb. Tehát Isten felhozza az ő igazát, az ő jó, a jóságát, a rosszakra, ahogy a napot is felhozza. Ez, és itt lehet elcsúszni, de ti nem csúsztok el. Ez nem azt jelenti, hogy mindegy, hogy hogyan élünk. Ez sokkal inkább az emberből kihozza azt, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan élsz. De tudom, de kezdem már megérteni, hogy Isten nem azért áld meg, mert hogyan élek, hanem azért áld meg, mert Jézus él. Mert Jézusnak, ezt azért hangsúlyozom, mert sajnos én is így voltam. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy még mindig szükség van a törvényre. De azért jött Jézus, mert az ember nem ment semmire a törvényel. Nem ment semmire. És amikor megértjük ezt, akkor rájövünk arra, hogy amit Jézus tett, amiatt vagyok én áldott. És mivel, amit ő tett, ezt tulajdonítatik nekem. Amit énekeltek is a figyelségben, a többiek, hogy ami az ő, hogy mondta, ami az ő tisztasága, az én tisztasága, én nem tudtam volna, meg te sem, nem tudnám megszentelni magam, de ő megszentelt engem. Ez erősebb dolog, mint ami a mi cselekedeteinkkel nyúló dolog volt régebe. És akkor a vége, az utolsó gondolat, ez amikor
a hetes részben a beszédünk a végén azt mondja, hogy ha valaki hallja tőlem a beszédeket és megcselekszi azokat. Azért akarom kiemelni, mert itt mindig visszacsúszhatunk oda, hogy törvénynek veszük Jézus szavait, vagy nem. Ha törvénynek veszem, akkor így olvasok. Nagyon egyszerű. Hallom és csinálom. Mit kell ezen variálni? Csak bonyolítjuk az egészet. Ha így veszed, akkor ez egy ugyanolyan ószövetség, de kettő sorral, három sorral odébb már megbuktál, mert nem tudod ezt így csinálni. Akkor valami másnak kell lenni, és ezt kell egyébként Jézustól egy más dolog. Előtte így volt, hogy mondja Isten, és engedelmes vagy. Nagyon egyszerű. Ezt mondta, tedd azt. És a Pál kezdi mondani azt, hogy elinteszi a hit, hogy hitből való engedelmesség. Előtte engedelmesség volt, innentől hitből való engedelmesség. Ez a hitből való. Hogyan jön ide az egész? Jézusnak a szavai nem azért voltak, hogy kiváltsanak valami cselekedetet, valami tettet belőle, hanem azért jöttek, hogy mondtuk, hogy életet váltson, megelevenítsen először, és már szóval a hitet váltson ki az ember szívéből, és ez alapján kezd cselekedni. Most csak egy kis ilyen, ez az egyik ilyen kedvenc témánk, de ez a lényege szerintem a keresztény életnek, az egyik nagyon fontos dolga, hogy Jakab egyben mondja el, még öt perc, azt mondja, hogy mi az, hogy hallani az igét. Amikor hallja valaki az igét, és egy utasításként veszi az igét, hogy valamit meg kell tenne, akkor ez egy ilyen manuál, mint egy kézikönyv, vagy egy törvénykönyv. A Jakab azt mondja, hogy ha hallod az igét, az olyan, mintha valaki látja magát a tükörbe. Tehát hallani az igét, és ez, azért hangsúlyozom ezt, mert így jön össze, hogy mi kell hit által engedelmeskedni. Még egy kis betolás. Az engedelmesség az új szövetségben az a hypo-akó körülbelül, ami azt jelenti, hogy a hypo az alatta, az akó az akusztika, amit hallasz, hogy hallani az, tehát amit hallasz, az alatt lenni. Tehát hallani valamit és annak a hatása alatt lenni, ami el lehet úgy fordítani, hogy engedelmeskedni. Vissza a Jakabhoz. A Jakab azt mondta, hallani az igét az olyan, mint hogy látod magad a tükörbe. És akkor azt mondja, hogy kétféle módon viselkedik az ember. Hogy meglátja magát és elmegy. És elfelejti, amit látod. Vagy meglátja magát és megmarad amellett. Viszont egyet visszamegy. Figyeljen. Hallani az igét azt jelenti, hogy meglát, olyan, mintha meglátod magad a tükörbe, nem kevesebb. Hallani az igét az nem egyenlő azzal, hogy mondatokat. Jézus azt mondta, hogy az ő szavai nem beszél, az nem betűk, azok megölnek, hanem szellem és élet. Ezt nem tudod máshogy összetenni az egészet, mert hol ezt kiragadja az ember, hol azt kiragadja, de nem áll össze. Én benne megmondom őszintén azóta, amióta ezt így látom, összeáll. Hallani az igét azt jelenti, hogy látod magadat a tükörben. 2 Korintus 3.18 azt mondja, hogy nézvén Jézusban, mint egy tükörben, szemlélvén őt, mint egy tükörben, elváltoztunk az ő ábrázatára. Amikor hallod az igét, akkor azt jelenti, hogy kezded megérteni azt, hogy te ki vagy. Jézus kijelenti azt, hogy te ki vagy, más szóval megmutatja a te megigazított voltodat, megmutatja a te újjáteremtett voltodat, és aki ebben megmarad, az cselekedet követője lesz. Ott tudja, hogy ez a poétetes, mint a költő inspirált módon kezd el cselekedni. Én azóta, amióta ezt így, mert sokszor beszéltünk is, én azt gondolom, hogy amikor a hétköznapi dolgokba lefordítjuk, bármit teszünk, mindig ellenőrizd le magadat, hogy ebben a dologban így van-e, mert különben csak magadból indul ki. Lehet az emberek jó gondolata, ötlete, ezt csinál, azt csinál, aztán hát utána már nem, valahogy nem jó. Onnan lehet látni, hogy az inspirál, amit látsz ebben a tükörben, hogy boldog vagy tőle, örömmel teszed. És ez nem egy rabszolgaszerű dolog, nem egy ilyen kényszer, ez nem jelent az, hogy nem lehet elfáradni benne. Lehet, a Pál is az erején felül munkálkodott, de mégis erősebb lett tőle, boldog lett tőle. Én emlékszem arra, amikor sokszor csak embereknek a szavát kellett teljesíteni. Lehet olyan is, csak ez ugyanaz, mint a törvény.
fárasztó, kihasználjuk egyik a másikat, előtt szerzünk a másikból, de amikor arra tanítjuk meg egymást, hogy halljad az igét, halljad azt, hogy Jézus kijelenti, hogy te ki vagy, hogy megigazult vagy, új teremtés vagy, és amikor ezt kezded látni, ez inspirált él. Szerintem, én úgy gondolom, Istennek a megváltásának a lényeg az, hogy helyreállított téged. Ennek a felismerése az egyik legnagyobb világosság. Mert a megváltás az, hogy helyre vagy állítva. Persze utána jön, hogy a kapcsolatok is rendeződnek, stb. Ez mind-mind része van. De ha ezt nem látjuk, nem tudunk épp módon cselekedni. Azért jelenti ez. Ez, ami leírja a végén, hogy a kősziklára, bölcsember a kősziklára építi a házát, most erről már sokat beszéltem, azt nem akarom, ez ezt jelenteni, hallani az igét és megcselekedni. Nem úgy, hogy csak, ja, ezt mondtad, azt csinálok, köztem van az, hogy hitnek létre kell jönni. A Krisztusról való beszéd hozza létre az emberben a hitet. Jó, tehát ezek alapján mondom azt, hogy Jézusnak a szava, az nem a törvénynek a szava. Ha valaki úgy, és vissza lehet abba csúszni, az ember gondolkozása vissza tud csúszni, hogy csak ilyen parancsolatként vegye. Az igének inspirálni kell az ember. Szellem az ige, meg élet az ige, és jól kell érezzen magad tőle, fellelkesíteni kell, és abból fogadat. És a másik az, hogy ez sokszor nem nagy teljesítmény jelent. Lehet, hogy valakinek az, hogy jöjjön, menjen ide-oda, mitől. Lehet, hogy neked csak adj egy pohár vizet valakinek. Vagy legyél egy jó anya, vagy jó apa, férj, vagy valami. De az a lényeg, hogy boldog leszel abban a cselekedetben. Ha így csináljuk, akkor élünk, és nem egy képmutatást csinálunk a hívő életből, hanem boldogok vagyunk ebben a dologban. Viszont enélkül én azt gondolom, előbb-utóbb mindenki kiszárad, de most nem is csak a hívőkre, hanem hitetlenekben, hiába van buli, mert mit tudom én, nincs élet benne. De belőlünk is ki tud száradni, vagy mit tudom én, érted, hogyha nem arra figyelünk, hogy mi az élet, az isteni élet, ami bennünk van. Az újra, pont ma értem fel a Facebookra, hogy nagyon megérintett, hogy minden új lett. És bennünk minden újul, folyamatosan, olyan, mint hogy egy ilyen megújuló energiaforrás lenne bennünk. Lehet, hogy kívülről érted, fáradt vagy, vagy életöltszer, de belül újulsz, és hatalmas erővel cselekszik az Isten mindenkiben. És reméljük, hogy ez meg is látszik előbb-utóbb. Jó, szóval arra beszéltünk, hogy Jézusnak a szava az nem a törvénynek a szava, de az egész ige Istentől ihletett, de megváltozott a programja Istennek az új szövetségben. Ámen. Halleluja. Köszönjük neked, Jézus, hogy te bennünk lakozol, Uram, és hálát adunk azért, hogy a te szellemed, Uram, az a bölcsességnek a szellem, és a kijelentésnek a szellem, és Uram, a te megismerésedben add ezt nekünk, hogy megismerjük téged mindjárt a valóságot, Uram. Köszönjük neked, Jézus, hogy te betöltötted a törvényt, Uram, amit mi nem tudtunk betölteni, te teljesen betöltötted minden részét, Uram. És én hálát adok neked, hogy a törvény be lett töltve, és ez nekünk tulajdonítatik, Uram. Hálát adok neked ezért. Köszönöm, Uram, hogy te belülről inspirálsz bennünket, Uram. Nézzük magunkat, mint egy tükörben, Uram, és megmaradunk mellette, és boldogok leszünk, Uram, a cselekedetekben. Abban, Uram, amiket te előre elkészítettél, Jézus. Köszönjük, Uram, hogy a te világosságod által látunk világosságot, Uram. Hálát adok neked ezért. Köszönjük, Uram, hogy te vezetsz bennünket rá a Szentlélek. Uram, mindenhol ezen a héten is, Uram, hálát adok, hogy te semmi meglepetés nem ért téged, bármi van ezen a héten. Köszönjük, Uram, hogy te teljes nyugalomban vagy, és mi is bementünk veled együtt ebben a nyugalomban, Uram. De amikor tökéletesen megteremtettél minket, megnyugodtál, Uram, és mi is akarjuk úgy látni a dolgokat, ahogy te látod, Uram. És köszönjük, Uram, ebben a te hatalmas kegyelmed, Uram, cselekszik, végzi mindazt, Uram, amit már elvégeztél, hogy mindaz megjelenjen, amiket előre elkészítettél. A Jézus nevében. Amen. Felejtettem, hogy csodázunk. Most fogunk egyet énekelni, vagy kettőt. Halleluja. Azon az estén, amikor Jézus ült a tanítványaival, és megfigyelitek, hogy az ember fia azért jött, hogy egyen és így van, a legfontosabb dolgok majdnem mindig asztalnál történtek.
És amikor fogta a kenyeret, ugye az mindig páskát, mindig ugyanúgy csinálták már évek óta, és amikor ő megtörte, akkor mondta, hogy ez az ő teste, az ő, Jézusnak a testét szimbolizálja, a kenyér, a bor pedig az ő vére, akkor mi nem értették talán a tanítványok, hogy ez mit jelentett, és utána Pál apostolnak ugyanúgy megjelent Jézus, az szinte szó szerint elmondta, amit a korintusoknak elmondott akkor. Onnantól kezdve, ha megértjük, hogy mit jelent az, hogy bár minden étkezés egy emlékezés arra, hogy Jézus a mi halálunkat halta. Tehát ő egy tökéletes helyettesebb volt. A Bibliában több helyre van írva, hogy amikor ő meghalt, amikor egy meghalt, akkor mindenki meghalt vele együtt, és akkor egy feltámad, mindenki feltámad. Az ő betegség, amiről ő neki nem volt saját betegsége, hanem a te betegséged volt ő rajta. Minden fájdalmat, minden kudarc ő rajta volt. Úgy mondja az Ézsaiás 52-ben, azt hiszem, hogy az arca nem volt emberi formája az arcának, mégis az alakja sem volt emberi. Amit a passióval, hogy ábrázolták, az nem is lehet hasonlítani még ahhoz, tehát nem lehetett felismerni Jézust, annyira eltorzította mindenféle tumor, mindenféle daganat, mindenféle elmezavar, elmebetegség, minden az arca nem volt embernek az arca, az összes perverzió, mindenféle szörnyűség, ami eltorzította az embert, ő mind magára vette azt az egészet, olyan, mint hogyha egy nagy szivattyúval vissza a múltba az összes bűnt, és előre az összes bűnt, mint kelettől a nyugat, amit nem lehet mérni, úgy elvetette az ő halálában az ő vér által. Minden bűnt eltöröl. Lehet, hogy te elkövettél ma egy bűnt, vagy holnap elkövetsz egy bűnt. Ezeket mind ő elhordozta akkor. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nyugodtan végezzük, hanem azt jelenti, hogy Jézus kifizette ennek az árat. Ha nem tette volna, nem lenne senkinek reménysége. Hogy akkor veszed az úrvacsorát, akkor arra emlékezzél, hogy ő volt az, aki a te halálodat halta, és ő volt az, akiben te teljesen megtisztultál, és ő benne feltámadtál. És ezért innentől kezdve az odafennvalókkal törődjünk, amik a mennyben vannak. Így mondta Pál, lehet, hogy ezt nem látod, nem érzed még, de ezt mondja Istennek az ígéje. És arra nézzünk, amit az ige mond. Az, hogy valaki úgy érzi, hogy nem méltó, nem a tetteid alapján lettél erre méltó, hanem amit Jézus tett, soha senki nem tudott volna méltó lenni arra, hogy az Úrral közösségben legyen, hogyha ő nem halt volna meg. És ő békített meg mindenkit magával, nem te békültél meg, nem a te vallásos életed, hanem ő békített meg mindenkit, úgyhogy nem tulajdonítja a bűnéket. Ha ez nem lenne semmit, de akármit tennénk, nem tudnánk eltörölni a bűnéket. Az ő vére volt bőségesen elegendő áldozat, egy cseppje több volt, mint a világ összes bűne, mint a világ összes terrorja, horrorja, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának egy cseppvére többet tett minden bűnre, teljesen, tökéletesen elmosta, és nem tulajdonítja a vétkeinket, és ezért vagyunk méltók arra, hogy közösségben legyünk ővel. És amikor most szól ez a dal, emlékezzünk erre, és mindenki csak jöjjön előre, szabadon, ahogy tud, csak a vegyéket, ezt a bort és a kenyeret, és emlékezzünk erre. Köszönjük neked, Jézus, hogy a te véred tisztított meg bennünket, Jézus, halladója. Köszönjük neked, Uram, hogy te mindent megváltoztattál, Uram. A régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden, Uram. Uram, ezt nézzük, Uram, ez a szemünkkel, hogy minden újjá lett benne, Uram. És emlékezünk a te halálodra, Uram, ami a mi halálunk is volt, Uram. És Uram, emlékezünk arra, hogy feltámadtál, és mi veled együtt feltámadtunk. Köszönjük, Uram, hogy ez volt, ez nagyobb dolog volt, mint a teremtés, én így gondolom, Uram, amikor újra teremtetted az ember. Uram, a feltámadásnak az ereje, Uram. Köszönöm neked, Jézus, hogy ezért élünk, ezért vagyunk új emberek mindnyáj, Uram, és erre emlékezünk. És köszönöm, Uram, hogy ezt mindnyáj hordozzuk magunkban, és visszük magunkkal, amerre járunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
köszönjük, Uram, hogy olyan megáldottál bennünket. És Uram, hogy gondoskodsz a madarakról, meg a mezőlivívókról, Uram, én csak ezt hiszem a ellátásoddal kapcsolatban. És Uram, akarok mi is jókedvűen adakozni kereket szabadonra, és mindenki érezze magát szabadnak, ugye ez nem egy kötelező dolog. Itt úgy invít az Úr. Ma reggel voltam a Mikivel, aki ismer egy ilyen férfi reggel, egy másik gyülekezetben, és nagyon-nagyon jó volt. És előbb el kellett jönnünk, de direkt visszamentem, adtam neki pénzt, úgy érezte, hogy annyira meg vagyok áldva, és nagyon jó. És még visszakartak adni, és mondtam, hogy nem dolgok el sok, de mert jó esett. Tehát jó dolog adni. Akkor adjatok, hogy úgy érzed, jó dolog. Halleluja, köszönjük neked, Jézus, hogy tényleg Uram gondoskodsz a madarakról, Uram, és a virágokról is jobban, mint Salamonról, Uram. Hálát adok te neked ezért. Köszönjük, Uram, hogy amit nem mi tettünk, annak az aratásába küldél bennünket. Uram, a Salamon a saját munkájának, Uram, vagy hát a házanépének a szolgáink a munkáját, a gyümölcsét tette. Uram, köszönjük, hogy mi, amit te munkálkodtál, azt tehetjük, Uram. Köszönjük, Uram, hogy a te áldásod gazdagít meg, és az nem szerez plusz munkát, Uram, hogy simán fognak menni a dolgaink, Uram, mindenkinek, Jézus. Hálát adok te neked ezért, és te gondoskodsz rólunk, Uram, a vállalkozásokról, Uram, az állásokról, a lakásokról, adásokról, vételekről. Te látod, kinek milyen van, Uram, és azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon áldottak vagyunk, Uram. Nagyon-nagyon áldottak vagyunk. Nem azért, mert kolbászból van a kerítés, mert nem abból van, hanem azért, mert te vagy, Uram, El Shaddai, Uram, több, mint elég. Uram, több, mint elég vagy Jézus, halleluja. Köszönjük neked, Uram, hogy te vagy az, aki mindnyájunkat megáldottál, a mennyi összes áldásával te benned, Uram. És Uram, ezért mi is hálával áldozunk mindenünk, amit van a tiéd, Uram, és abból visszaadjuk neked, amit úgy érezünk, hogy adnunk kell. A Jézus nevében, amen. Egész minden várni rád.
Amen. Tényleg akkor az öltözőre való. Halleluja. Már csak egy dolog van. Igen, utána mindig szeretettel várunk, hogy szoktuk be kb. Ez az angol. És ha most már szerdán tényleg ez Biblia óra, ha csak az eső ellen, vagy a hó ellen fújja, de nem, mégiszük, és folytatjuk a gyógyulásról, a második része lesz a Nedrumoek gyógyulásos tanításnak, és akkor arra fogunk beszélni, hogy imádkozni és betegeknél. Szombaton lesz Isten tisztelet, a szokott időben lesz. És nagyon fontos, hogy ezek Szofinál vannak nagyon-nagyon jó könyvek. Most csak egyet emelek ki, hogy kikapcsolta ki az agyam. Hogyan változtassuk meg a gondolkodás módunkat? Ez a Merlin Hick is ajánlja ezt a könyvet. Nagyon-nagyon jó. Ezt is ajánlom, ez egy jó könyv, de van ott egy csomó nála. Tehát vegyétek és egyétek, ahogy írjátok pénzzel, anyagilag. Igen, a mai prédikációt azt mondja, Szofia, ez nagyon jó, már majdnem elolvasta, agyán is olvasta. Ő teljesen meg is olvasta. Látom is, hogy megváltozott a gondolkodás. Jó, úgyhogy a Szofinál van egy rakás új könyv, tehát nála érdeklődjetek, jó? Megváltozik az életed azonnal. És gyorsan, és gazdag leszel egyből, meg mit. Még a Nick Vujicsicsnek is van az a nagyon jó könyv, de abból is van. Jó, ez csak ilyen jövőség, hogy most tudom én. Akkor gyertek, szeretettel várok. Amen. Hát, hogy mit ajánlunk?